Tisztelettel köszöntöm Önöket itt az Országgyűlés Slakta Margit termébe. Talán mondhatnám azt is, hogy ez a helyzet predesztinálja a témát, amivel foglalkozunk, hiszen annak idején Slakta Margit ugye az első női képviselő volt az Országgyűlésben, családvédelemmel, gyermekvédelemmel foglalkozott, és hát itt van az emléktáblája a tanácstermünkben. Nagyon fontos napi rendeket tárgyalunk a bizottsági ülésen, hiszen ezek az ügyek, amelyeket képviselőtársaim országgyűlési határozati javaslat formájában benyújtottak, ezek mind-mind az emberek hétköznapi életét érintő kérdések. Azt hiszem, nem kell senkinek bemutatni Ungár Péter és Tordai Bence képviselőtársaimat. Néhány mondatot engedjenek meg az elején a napi rendeket illetően. Az első napirendként rögtön tárgyaljuk a szociális dolgozók egyszeri bérkiegészítéséről szóló országgyűlési határozati javaslatot Ungár Péter képviselő úr előterjesztésébe. Azt hiszem, hogy fölösleges különösebben beszélnem róla, közel 90 ezer szociális ágazatban dolgozó az, aki hát nyomorultul keveset keres, nincs megbecsülés a kormány részéről. Nem volt olyan kormányzati ciklus, ahol 3-4, de akár 10 indítvány ne született volna a bérrendezésre és különböző olyan juttatásokra, amely a jelenleginél jobb helyzetbe hozta volna a szociális dolgozókat. Nem beszélve arról, hogy immáron 2 éve vagy több mint 2 éve tart a Covid-járvány, és a szociális ágazati dolgozók voltak azok az egészségügy mellett, akik hátukon vitték ezt a társadalmat, közel 10 millió embert itt Magyarországon. Bizonyára ismeretes Önök előtt, hogy ez a szociális ágazatban dolgozóknak a juttatása, a jövedelme, az kvázi több lábon áll. Ugye egyrészről van a közalkalmazotti bértábla, amely ezt rendezi, akkor a minimálbérrel és a bérminimummal kapcsolatos juttatások és az ágazati bérpótlékok. Ez a 3 láb, amin kéne, hogy stabilan álljon a juttatásuk, ugyanakkor megjegyzem, hogy a nemzetgazdasági átlagbér alatt messze leszakadva találhatók a szociális ágazati dolgozók. Szóval ez az előterjesztés azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb az ágazat számára. Ungár Péter többször nyújtott már be indítványt, sajnálatos módon a fideszes képviselők ezt rendre leszavazzák az ápolási díj összegének a mindenkori minimálbérhez való igazításáról, szintén képviselő úr indítványa. És hát itt van a nyakunkon a tél, az elmúlt hetekben meglehetősen hideg szeles idő volt, és sajnálatos módon már novembertől nagyon sokan elhaláloztak, akik arra kényszerülnek, hogy az utcán éljenek. Na persze a kormány gondoskodik az utánpótlásról, ezt némi malíciával mondom, mert azok a kormányzati intézkedések, amelyek az elmúlt években születtek, azok mind a hajléktalanná válás, mind a hajléktalan emberek problémáinak a kezelése szempontjából, hát hogy mondjam, nem hoztak megoldásokat, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, csak emlékeztetni szeretném Önöket például arra, hogy rendőröket vezényeltek a hajléktalan szállóra, miközben az utcai szociális munkát meg gyakorlatilag ellehetetlenítették, és még sorolhatnám napestig. Tordai Bence ennek a napirendnek előterjesztője, és Schmuck Erzsébet képviselő asszony a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségére nyújtott be országgyűlési határozati javaslatot, ezt majd én szeretném indokolni, hiszen képviselőasszonnyal mi már évek óta a nyugdíjas parlament kezdeményezésére elindult az a szakmai munka, amelyben mindketten részt vettünk, és én szeretném indokolásként elmondani az ellenzéki pártok véleményét ezzel kapcsolatosan. Summa summarum, képviselőtársaimé a szó, az előterjesztésekről néhány mondat erejéig. Ungár Péter, parancsoljál. Csak 3 mondatot szeretnék erről a 2 előterjesztésről elmondani. Ugye a 2010 óta Orbán Viktor mindig azt mondja, hogy a munkaalapú társadalomban élünk, és mindig munkaalapú társadalomról beszél. Mind az otthongondozók, mind pedig a szociális szektorban dolgozók munkát végeznek, de valójában nincsenek megfizetve. A szociális szektorban dolgozók a nemzetgazdaság legrosszabbul fizetett munkavállalói, az otthongondozási díj nem gyermeküket otthongondozók esetében pedig 58 ezer forint, ami mindannyian tudjuk, hogy egy 0-24 órás munkát egyáltalán nem bérez, nem jelent egy
valós bért, ennek a minimálbér szintjére történne emelése, most csak az ápolási díjról beszélnék, 45 milliárd körülbelül, a szociális szektorban az egyszerű 500 000 forintos bérkiegészítés megadás, amit szintén ugye a koronavírus járvány miatt, hogy képviselőtársam mondta, megérdemelnének, a szintén körülbelül 45 milliárd, összességében 90 milliárd, nem nagy összeg költségvetés szempontjából, ez egy vadászati kiállítás, meg egy propaganda kampányból kijön. Köszönöm szépen, képviselő úr, Tordai Bence. Képviselőtársam következik. Sziasztok, köszönöm, Lajos. Én is egy Orbán Viktor idézettel kezdenék, amikor arról beszélt, hogy mit intézett a kormányuk, akkor azt mondta, hogy mi nem fogunk megfagyni télen. Hát az lehet, hogy ők, az Orbán család, vagy a fideszes oligarchák nem fognak télen megfagyni, de évente több mint 200 magyar ember leli halálát kihűlés okán. És ez a határozati javaslat ezt a problémát kívánja orvosolni. Ennek csak az elmúlt 4 évben 940 embernek a többségének a halálát megelőzhettük volna, hogyha lenne egy szociálisan sokkal érzékenyebb kormányzás, olyan, amire 2022-től mi közösen készülünk az egységes ellenzékkel. Ez a határozati javaslat egyrészt a szociális tűzifa programokat erősítené meg, hiszen tudjuk, hogy rezsicsökkentés ide vagy oda, a legszegényebbek túlnyomó része szilárd tüzelővel, fűtfával, szénnel, sőt sokszor hulladékkal, ami az egészségre is borzasztóan káros. Itt kell elkezdeni, aztán meg kell előzni a hajléktalanná válást, hiszen nagyon sok lecsúszott családot fenyeget az, hogy nem tudnak valódi otthont teremteni vagy megtartani maguknak. A szociális válság egyik legsúlyosabb formája az a lakhatási szegénység, amivel Magyarországon milliók néznek szembe. Ezért kell a szociális rendszert ebbe az irányba is megerősíteni, visszavezetni a lakhatási támogatást, az adósságkezelési támogatást, és végső soron hosszú távú megoldásként pedig egy olyan szociális bérlakás programot indítani, évente több százezer lakást elérhetővé tenni a nehezebb sorban élő családok számára, ami megelőzi azt, hogy adósságba keveredjenek. Erről szól ez a határozati javaslat, ez a 10 pontos csomag, ami az egységes ellenzék támogatására is bizton számíthat, de részünkről, baloldalak, zöldek részéről biztos, hogy a sokkal fontosabb szempont egy ország teljesítményének a megítélésekor, hogy a legszegényebbekkel hogyan bánik, hogy milyen létbiztonságot tud garantálni számukra, mint az, hogy mondjuk az óriás cégek mekkora profitot visznek ki az országból. Viszontlátásra. Viszontlátásra.